Mai vendégem Tóth Krisztina, író, költő, műfordító. Abból az alkalomból, hogy nyár elején a könyvhétre jelent meg második regénye, a Majom szeme, mi itt látható. Ez a 35. könyvet, ugye? Hogyha a gyerekkönyvet is beleszámítjuk. Túl azon, hogy regény, most már elkezdtek róla írni, meg beszélni, interjúkat csinálnak veled, és mindig előkerül ennek a műfaja, és előkerül a disztópia szó is. Mondjuk fogadjuk el így a beszélgetés elején ezt ilyen meghatározásnak. A fő témája pedig, hát mondja, szerintem legalábbis a magánélet és a közéleti manipuláció kérdése. Nemrég hallottam tőled egy TED előadást, amit meg lehet nézni a a YouTube-on, ahol szintén beszéltél a manipulációról. Véletlen vagy ennyire meghatározó problémának tartod? Először is köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek most a nyár közepén. Valóban az utóbbi években engem nagyon foglalkoztatott az emberek manipulálhatósága és a kitettség az ennek való kiszolgáltatottság. És magamon is észreveszem, hogy manipulálható vagyok, és próbálok résen lenni. És tulajdonképpen ez a könyv, ezt próbálja megragadni, hogy mennyire átszövi az életünket, és hogy milyen sok szinten lép be. És Tulajdonképpen a, a társadalmi manipuláció az nem választható el a magánélettől, tehát amire utaltál itt az elején. Itt teljesen összefonódik minden, és olyan mértékben torzítja az emberek személyiségét, és számolja föl a magánszférájukat. És ehhez önként asszisztálnak egyébként, hogy a végén megszűnnek a, a személyes határok, tehát feloldódnak a szereplők. Mielőtt részletekbe belevágnánk, ugye mindig nehéz egy regényről beszélni, amit nem akarunk divatos szóval spoilerezni, ezért azt a megoldást választottam, hogy egy ilyen rövid összefoglalót, ami a honlapodon van, az felolvasok, hogy az is értse a beszélgetést, aki még nem olvasta. Hogy egyáltalán miben vagyunk a regényben. A majom szeme a társadalmi manipulációról szól, arról, hogy miként lehet szinte tudas, tudatmódosítást elérni embereknél. A könyv főhőse egy pszichiáter, aki meglehetősen abuzív kapcsolatban van a páciensével, és aki szabad kezet kap egy nagyszabású kísérlethez. Egy bajoslatú kor, bajoslatú városában akad egymásra a történész Zsizel, az új egyetem docense és dr. Krajcere pszichiáter, országosan ismert szegénységügyi szaktekintély a tavaszi viharban felbukkan a nőt hetek óta követő Albert, a gyökereit kereső intézetben nevelkedett fiú, és váratlanul meghal a pszichiáter idős édesanyja. Nagy vonalakban száz regény szinten akkor felvázoltam, hogy kik a szereplők, meg miről is szól, de így még mindig nem lehet tudni természetesen szerencsére semmit. Kezdjük a címmel. Ugye a regény kiinduló pontját amit többször el is mondta, egy fotó adta, amely egy feját ültetett majmot ábrázol. Ez a valóban lezajlott kísérlet arra kereste eredetileg a választ, hogy a majom, aminek levágták a fejét és egy új testet kapott, az vajon melyik majom személyiséget örökölte, azt -e, aki a fej volt, vagy azt te, aki a a, 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 test, melyik lelket vitte magával egészen leegyszerűsítve. Igazából, ha egy pillanatra közbe, ez a Regénybeli pszichiáter gondolatmenete az eredeti kísérlet tulajdonképpen azt célozta, hogy össze lehet-e úgy dolgozni a két állatot egy operációval, hogy életképesek legyenek, és párhuzamosan zajlottak az amerikai és a szovjet Ezt kísérletek. Is, hogy... Párhuzamosan zajlottak egy Jemihov nevű szovjet tudós kísérletezett ugyanezzel, és az egyik kísérletsorozat majommal, a másik kutyakölykökkel folyt. Egész borzasztó egyébként. Csitén tehát rettenetes. Tehát, hogy, hogy nagyon megterhelő rákeresni, és... Én megtettem. És megnézni ezeket a kísérleteket. Az állatok életben maradtak, de most képzeljünk el mondjuk egy feját ültetett állatot, amelyik föleszmél. És... És ugye az a kérdés, hogy akkor ez melyik állat? Neked van megfejtésed? Ö, nekem nincs megfejtésem. Igazából én az egész kísérlet sorozatot egy nagyon durva határátlépésnek érzékeltem. És korábban engem foglalkoztatott dolly a bárány is, a klónozott bárány. Tehát engem mindig izgat, hogy hol vannak azok az emberi határok a kutatásban, amelyek átlépése valahogy már bűn. És Tehát, hogy felvet egy csomó morális kérdést, etikai szempontot, és a főszereplő, akinek ennyit azért mondhatunk, mondjuk kevés morális kétsége van, ő azon töpreng ezeket a fotókat látva, hogy vajon a tudat, idézőjelben átültethető. -e, tehát manipulálható-e annyira mondjuk egy emberi lény, hogy annyira megváltozzék a személyisége, mintha egy másik lény fejét kapta volna. Azt is mondtad erről egy, egy interjúban, hogy tulajdonképpen ez a metafora a majom szeme az a megzavarodott morális iránytűkről is szól, hogy, hogy meddig mehet el az ember, amit az előbb is mondtál. Jól értem, hogy a regényeid fő, regényed főhőseinek Valójában az a válasz, hogy bármeddig. Ö, igen. A regény azt igyekszik végig gondolni, hogyha nincsenek határok, vagy ezeket a határokat végletesen kitoljuk, az hogyan hat vissza az egyes személyiségekre. Tehát, hogy az mi, micsoda rombolást visz végbe, és tulajdonképpen itt... Ö, itt teljesen megszűnnek az alapértékek, tehát itt mindenki a túlélését küzd. A túlélésen tényleg a közvetlen napi túlélést értem. És, és ilyen értelemben már nincsenek játékszabályok, vagy ha vannak, annyira volt, hogy tényleg csak az a lényeg, hogy letaposni a másikat és legyőzni. És azt foglalkoztatod, hogyha ez társadalmi szinten is így van, akkor hova tarthat az a világ, ahol, ahol mindenkinek összezavarodtak az iránytűi. Egyébként van egy szereplő. Igen, róla mindenképpen beszéljünk majd. Csak még itt, amit, amit mondtál, az a kapcsolatban lennék egy kérdésem, és erre utaltál az elején is, hogy az derül ki, hogy, hogy itt a pszichiáter, meg az egyes szereplők, és a politika, vagy a, a, a hatalom is uralni akarja az emberek pszichéjét, az emberek lelkét. Törvényszerű, hogy ez a kétfajta manipuláció, ez, ez mindig összemosódik? Szerintem törvényszerű, no. hogyha a hatalom Folyamatosan abúzív viszonyban van az állampolgárokkal, akkor az interpersonális viszonyok elkezdik ezt modellezni. Mert a hatalom mégis csak valamilyen értelemben mintát ad. Tehát, ha teljesen elszabadulnak a. a... Tehát, ha teljesen elszabadul minden, és egyáltalán nincsenek, törvények, szabályok, belső és külső szabályok, akkor az egyes ember is úgy gondolja, hogy, hogy mindent meg lehet tenni, és tulajdonképpen az, ami itt a pszichiáter és a páciensei között történik, az kicsiben modellezi mindazt, amit a hatalom tesz ennek a képzeletbeli országnak Sztán, a tán, polgáraival. Más? pont, ami engem nagyon érdekel. Ugye a főhősöd az egy szélsőségesen narcisztikus személyiség, és az a kérdésem, hogy van-e összefüggés a narcizmus és a manipulálható társadalom kialakulása között? Ö, nézd, ezt nem tudom. Az egészen biztos, hogy ez egy ö, narcisztikus figura, és ehhez egyébként kértem tanácsot és segítséget is, nem mint hogyha nem, lenné, nem, nem, mint hogyha nem lennének kiváló modelljeink. Tehát, hogy azért ezt az, az ember meg tudja oldani egy idő után, hogy őszerakjon egy ilyen figurát, de ehhez kértem segítséget. Bánki Györgytől. Bánki a, György, a, a, a igen, szakértője, a, a, igen. A szakértője. A, a, igen. A, 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 a szakértő. Egyébként hogy kereszt elképzelni, hogy ilyenkor segítséget kérsz egy szakembert, hogy miről beszélgette? évekkel ezelőtt, még 2017-ben, amikor a legé... évekkel ezelőtt, még 2017-ben, amikor a regény alapötlete megfogalmazódott bennem, akkor megkerestem a Gyurit, tehát ismerjük egymást, és elmondtam neki, hogy egy ilyen figuráról szeretnék írni ez a témám, és a háttérben nem mondjuk meg, de ez is ez zajlik ebben a képzeletbeli országban és mindenfélét ajánlott nekem, hogy mit kellene elolvasnom, és tulajdonképpen engem az érdekelt, hogy ez egy csoport dinamikában hogy működik. Tehát, hogyha ez az ember az ő kísérletéhez össze akar gyűjteni embereket, akkor milyen szempontokra kell figyelnie. Tehát, hogy egy ilyen közösségnél mi hogy működik. Elárulhatom, hogy mikor idefelé jöttünk, akkor Barabási Albert Lászorról beszéltünk, aki a Siker című könyvében ír például szentel egy rövid fejezetet az együttesek sikerének. És, és az derül ki most nagyon leegyszerűsítve ebből, hogy ha sok tehetséges ember összeáll, abból nem feltétlenül lesz egy nagyon jó együttes. Tehát, hogy ez egy sokkal bonyolultabb összetételű dolog, és nagyon sok tényezős, hogy ez jól tud-e működni, és nagyon sok függ az összeálló emberek személyiségétől, ami nem a szakmai tudás. Na most ezt csak azért emlegetem föl, mert itt egy kísérletről van szó a könyvben, és nagyon fontos, hogy ez a pszichiáter olyan embereket tudjon összeterelni egy csoportba, akik feltételezhetően együtt tudnak működni. Fölbukkanak a könyvben szereplők, és a végén tudjuk meg, hogy ők mind egy irányba tartanak is részei ennek a kísérletnek, tehát ilyen értelemben ez egy ilyen fordított Szent Lajos király a szerkezet, hogy csak a kísérlet megismerésénél jövünk rá, hogy ők mind azért kerültek a látóterünkbe, mert ebben vesznek részt. Igen, ebben azért egy nyomozás is, legalábbis az olvasó számára van egy nyomozás lehetősége megadva, hogy összeálljanak ezek a, 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 a sorsok egy történetté. Arról már beszéltünk, tehát az már nem titok, hogy ez a főhősöd, ez a pszichiáter ő nem egy szimpatikus figura, mondjuk egy rohadék. De hogy azért az eddigi történeteidben, novellákban vagy a másik regényedben azért mindig van valaki, akivel lehet azonosulni most azért olyan nagyon nem. Ez írás, ezt írás közben előre eldöntötted, hogy ez egy ilyen regény lesz, vagy egyszerűen így adták ki a figurák, hogy nem adsz szövetségest az olvasó mellé? Nézd, amikor elkezdtem ezt a könyvet, akkor egy hideg, elidegenedett világról akartam írni, ahol elveszettem bolyong mindenki, aki még hisz az alapértékekben, és csak kapkodja a fejét. És ehhez az is szükséges, hogy, hogy az olvasó, döbbenten kóvályogjon a történet labirintusában, és ne értse, hogy hova került. És azt hiszem, hogy ezt a rossz érzést az is fölkeltheti, hogyha nincsenek kapaszkodói. Ha azonosul egy szereplővel, és végig kíséri, és azt gondolja, hogy neki szurkolók, azért veszem újra kézbe a könyvet, hogy tudjam, hogy velem mi van, mert ő a kedvencem, az egy egészen más érzés, mint hogyha elkezdi olvasni, és azt mondja, hogy Jézus már nézzük meg, hogy ma hogyan megy tovább a sztori, és mi történik velük. Tehát, hogyha ha nincsenek azonosulási pontok, akkor szerintem az fölerősíti ezt az elveszettségérzést, érzést, elárvultságot, magára hagyottságot. Tehát tulajdonképpen ez egy Istentől magára hagyott világ. Ezt, mint olvasó mondom, sikerült elérned ezt az egyre rémisztőbb bolyongást. Lassanként eszmér rá az olvasó, hogy valójában egy disztópiában vagyunk. Ugye az elején azt látjuk, hogy a főhősök tulajdonképpen középosztálybeli kényelmes életet élnek, aztán kiderül, hogy itt vannak szegények, akik egy kerítéssel elzárt, tudom én, szegregátumban vannak, lezárt vonalakon nem jár a metró, stb tehát meg vannak visszautalások a múltra, az úgynevezett egység előtti időszakra, szóval kialakul egy, egy, egy disztópiának a, a, a teljes díszlete, nagyjából a harmadára felére a, a, a regénynek. És kiderül az is, hogy ezek a főhősök mind fogaskerekei ennek a disztópikus rendszernek. Úgy, így csúsznánk bele mi is a, a való világba, észrevétlenül egy ilyen manipulatív disztópikus világba, hogy lépésről lépésre észre se vesszük, és egyszer csak ott van. Mit értesz a min? Hát ö, mi, akik nem egy regényben, hanem a való világban élünk. Ö, hol? Hát ez a kérdés. A világ. Hogy, a, holját, hogy bár, hol, járt, hogy hol van az egy kérdés? Mert szerintem ez egy fontos kérdés, csak azért kérdeztem vissza, mert szerettem volna ezt szóba hozni, hogy vajon ez egy lokalizálható története, vagy általában szól arról, hogy mi történik mostansága a társadalmakban. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy én nem egy magyarországi történetet akartam írni. Nagyon nem. Tehát hogy aki ezt úgy olvassa, hogy mondjuk ez egy ner parabola, az ijesztően nagyot téved. Azért hozom ezt szóba, mert találkoztam ilyen értelmezéssel. Szerintem játszol ezzel, de nagyon-nagyon finoman, tehát pici halvány utalások vannak, hogy ez akár egy közép-európai ország is lett, még akár Magyarország is lett, tehát az utca nevek kapcsán jut az ember eszébe, de közben meg ezt el is ö, távolítod. E, igyekeztem el távolítani, és ö, természetesen mindig vannak a pontok, ahol az ember magára ismerhet, vagy a helyre, ahol él, de valójában nem erről akartam beszélni. Tehát azok a dolgok, amelyek ebben a könyvben fölmerülnek, azért világjelenségek. Tehát lehetnénk Latin-Amerikában is, mondjuk. Tehát, hogy mindenhol szétnyílt a társadalmi, mindenhol szétnyílt a társadalmi olló, mindenhol lehetetlen, kiszolgáltató, reménytelen helyzetbe került az értelmiség, mindenhol ugyanazokkal a dilemmákkal szembesülnek az emberek. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ezek nem magyar és nem elsősorban közép-európai jelenségek. Tehát, hogyha Hogyha így konkrétan rákérdezel, én semmiképpen nem Magyarországról akartam írni, azon akartam töprengeni, hogy ha erre tart a világ, akkor mondjuk a mi gyerekeink vagy az ő gyerekeik milyen világban fognak élni. Tehát, hogyha mindazok a folyamatok, amelyek most elindultak, eljutnak a végpontjukig, akkor az milyen világot fog eredményezni? milyen világban fognak élni, vagy milyenben akarnak. Az, de nem... Hát azért az nagyon nagy különbség, de hogyha minden úgy halad tovább, ahogy most látjuk, akkor az szerintem elég aggasztó. Annál is inkább, mert ugye mondhatod, hogy 2017-ben kezdted el írni. Így van. És hát azóta mintha néhány dolog meg is valósult volna. Az egyébként kifejezetten ijesztő, hogy én akkor játszottam a gondolattal. Például... Uh. Ez a kijárási tilalom ami nyilván nem egy új találmány, de most azért megtapasztaltuk, hogy, hogy milyen. Vagy hát az, hogy ezek az autokratikus rendszerek hogyan erősödnek meg a szemünk láttára tényleg a világ számos pontján. Vagy például az, hogy a, a regényben van egy olyan pillanat, amikor állami monopóliumát teszik a humán reprodukciót. Na ez például rögtön az elején született. Meg az egyetemeknek a, a, egy, egy, nagy nemzeti konglomerátumba vonása. Tehát igen, ezért igen. Sok minden van. Ezek a Asztalatok, ezek írás közben megjelentek a regényben, vagy már eleve megvoltak, tehát előre jelzál valami? Volt, ami előre megvolt, konkrétan a humán reprodukció az előre megvolt. Ez összefügg az én örökbefogadott szereplőmmel. Tehát van egy, van egy fiú, akit nem a szülei nevelnek fel, és aki keresi az anyját a könyv át. És, ő is kapcsolatba kerül ezzel a pszichiáterrel, és amikor róla írtam, akkor eljátszottam a gondolattal. Hiszen... Ö... Egyébként ez a disztópiáknak, ö, a klasszikus nagy disztópiáknak egy visszatérő ö, témája, hogy, ö, hogy az ember kézbe veszi azt, ami a természeté vagy istené. Vagy. Persze, és hát a testek leuralása, tehát egészen a mély szerkezetig belépni az emberek magánszférájába, és konkrétan a testüket leuralni. Tehát minden, ami ezzel kapcsolatos, tehát a, az abortusz, a szülés, a szülés mikéntje, akkor, hogy kialkot egy párt, stb., ez mind a magánszféra része, és mindenbe belép a hatalom, és megpróbálja szabályozni és beleszólni. Igen, tehát végig azt látjuk, és itt is van egy fokozatosság, hogy a magánélet és a közélet rétegei hogyan keverednek el egymással. Itt azért nőkről és férfiakról van szó, feleségekről, férjekről, anyákról, ö, ö, apákról, miközben kibomlik a hatalom és az alattvalók viszonya is. Mi a különbség a között, hogy ö, ha, ha valaki egy párkapcsolaton belül, vagy egy családi köteléken belül manipulál, vagy manipulálják egymást, vagy hogyha a hatalom manipulál minket? Ö Nézd csak, szerkezeti és finom szerkezeti különbség van, és ahogy az előbb mondtam, szerintem ha a hatalom folyamatosan manipulál és átlépi a határokat, az valamilyen módon visszahat a magánéletre, mert olyankor az erre hajlamos személyek kifejezetten felhatalmazva érzik magukat, tehát megszűnnek a gátak ahogy a hatalomnál a fékek és ellensúlyok visszatartják a hatalmat, úgy a családnál, hogyha ez fönt nem törvényszerű, akkor fölmerülnek dilemmák. Tehát, hogy most mondok egy nagyon konkrét dolgot, bizonyos viselkedésformák mondjuk, 15 évvel ezelőtt inkább szégyelni voltak. Tehát akkor is voltak emberek, akik így viselkedtek, de mondjuk ez ciki volt. Most már nem ciki. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mit tükröz a hatalom, hogy mi az, ami jóváhagyandó, elfogadott, vagy egyenesen üdvözítő. És az egyes ember elkezdi ezt másolni. Gondolj csak arra most egy Meglepő és abszurd példát uh, fogok hozni, hogy uh, uh, a rabok a koncentrációs táborokban elkezdtek maguknak az SSZ-1 -e ruhához hasonló ruhákat fabrikálni. Tehát ez volt az idézelben divat, hogy ők is úgy nézenek ki. Ez egy elég ijesztő dolog, de hát több uh, beszámolót is olvastunk erről. Valami hasonló történik, teljesen Kifordult az egész értékrend, ahogyan mondtad, az elején nincsenek morális iránytők, megzavarodtak, és az egyes ember is elkezd zavarodottan viselkedni, kizárólag a saját ö, szűkös érdekeit figyelembe véve. És a másik, ami miatt ö, fontosnak gondoltam, hogy ne tudjunk igazából azonosulni. A szereplőkkel, hogy, hogy itt mindenkiből hiányzik a, a szeretet. Tehát itt egyetlen egy szereplő van, aki az örökisteni Itt egyetlen egy szereplő van, aki az örök isteni törvényeket képviseli, és tulajdonképpen ő hordozza a szeretetet. Ez Igen, a Bianca nem. nevű fiatal lány. Ebben az egész sötét tablóban ez a nagyon halvány, reménycsillan fölé. Tehát van egy fiatal pár, mondjuk így másfél ilyen ember. Igen, van, mert a, igen. A, 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 a fiú azért egy kicsit más. De ő, ők, ők tiszták ilyen Ők azok, meg... akik nem engednek a manipulációnak, de hát a végén és akkor nem spoilerezzünk, mégis mégiscsak a manipuláció áldozatai valamilyen módon, de képesek a boldogságra. Talán inkább ez, a, amiben különböznek. Pontosan a... ebben különböznek, hogy ilyen nyomorult körülmények között is megpróbálnak valami Emberi életet élni, és megteremteni egy olyan környezetet, ami leginkább hasonlít egy szeretetteljes emberi környezetre. Tehát megpróbálják a díszleteit is megteremteni. Tulajdonképpen a szemétből, a törmelékből rakják ezt össze, de mégiscsak megpróbálják összerakni. Mi olvasok, én nem is tudom megmondani, hogy ez a remény vagy a reménytelenség jelképe <laughs> egyben. Szóval minden sötétség ellenére azért arról is kell beszélni, hogy Azért bőven adsz teret a humornak. Például e, azért kell, vagy azért érzed szükségesnek íróként mondjuk egy IKEA fotelágy összeszerelésének a leírását megmutatni, és ezen az olvasóval együtt nevetni, hogy visszazökkents minket, hogy ez azért mi mindig a mi világunk, és ez válik ilyenné. Hát egyrészt igen, másrészt elviselhetővé is kell tenni a szöveget. Tehát, hogy... Ö, nagyon sötét dolgokról nem lehet csak sötéten szólni, mert az emészthetetlen lesz. Egyébként annyit hadárulja kell, hogy amikor a magvető esten ezt a részt felolvasta Schneider Zoltán, akkor láttalak a közönség soraiban, és megesküdtem volna rá, hogy te már próbáltál a bútort összerakni. Abszolút. Tehát ez úgy éreztem, hogy ez rólam szól ez Szépen. És szerencsére akkor még nem tudtam, hogy a szereplővel nem lehet azonosulni egyébként, mert, mert ez a, a, a szenvedés, hogy minden év, végtagodat használni kell, hogy aztán ne sikerüljön, de ez inkább csak a a teljesítményemről szól. egymást éppen csak, hogy érintő életek jelennek meg, vagy tárulnak fel, és az olvasó, ahogy mondtad, a végére összetudja rakni a történetet. Volt olyan célod, hogy az olvasó nyomozzon egy kicsit? Azt mindenképpen szerettem volna, hogyha nem lineárisan haladunk előre a sztoriban, és hogyha többféle hang szólal meg. Tehát ezért választottam azt a megoldást, hogy van egy egyes -egy szám első személyű női elbeszélő, és van a narrátor. És a kettő ő váltakozásából bontakozik ki, apránként a történet, de nem lineárisan. És uh, egyébként megírtam viszonylag lineárisan részeket. Vettem, és, kérdező, és aztán egy, egy lineáris sorba. És hogy... aztán feldaraboltam, hogy apránként bontakozik, ki, és mindig csak annyit érzékeljünk, amennyi a történet adott pontján látható. Mert így, uh, hogy kicsit össze van zavarva az érzékelésünk így sokkal érdekesebb rádöbbenni mondjuk három fejezettel később, hogy aha, szóval ez volt ez, aha, szóval azért került oda az a takarítónő. Tehát, hogy itt szerintem ez így izgalmasabb, mint hogyha rögtön az események folyásával párhuzamosan megtudnánk, hogy kinek mi a szerepe, és hogy kerül a történetbe. Ha már így belecsaptunk az alkotói folyamatba, a főhősökön kívül megjelenik jó pár mellékszereplő, akiről más, mondjuk ki kevésbé takarékos szerző fejezeteket írna. Tehát, hogy a női főhős nővére, a pszichiáter anyja, vagy, annak a, vagy a felesége. De csak éppen, hogy megrajzolod ezeket a, a, az arcéleket, aztán rögtön hátrébb is tolod őket. Ők a tömörítés áldozatai ezek a karakterek, vagy egyszerűen ennyi dolgod volt velük és kész? Nem akartam őket kibontani, mert nem előre viszik a történetet, csak feltűnnek, és kiegészítik a, a főszereplők karakterét, tehát hátteret és magyarázatot adnak arra, hogy mitől olyan az ő személyiségük, amilyen. És ö, egyébként ezzel voltak érdekes történeteim, mert elég sokat vacakoltam, azt elárulhatjuk, hogy van -e egy sújtott a szereplőnk, aki megég egy villámcsapásban, és... Ö, Hát vele is nagyon takarékosan bánsz, kétszer föltűnik. <laughs> És amikor az ő figuráján dolgoztam, akkor, akkor megkérdeztem egy bőrgyógyászt, hogy lehet-e tetoválni egy ilyen égésre. És Hozzá kell tennem, hogy rengetegen ültek a váróban, de olyan izgalomba jött erre, hogy vajon tényleg lehet-e tetováltatni, hogy elkezdett kereskélni a neten, és végül majdnem egy órát beszélgettünk arról, hogy ott milyen a bőr állaga. És aztán annyiban maradtunk, mert én nagyon szerettem volna, ha szereplőm tetováltathat hogy várjon egy kicsit, amíg megnyugszik a bőr ennek a szereplőnek, és majd utána rá lehet tetoválni. De hogy, hogy, láttam rajta a szakmai izgalmat, hogy egy olyan kérdést tettek föl neki, aminek utána kell járni, és ez egy nagyon jó lelkiismeretes bőrgyógyász volt, úgyhogy hosszan tárgyaltuk ezt. És ahhoz képest aztán nem lett ebből a nagyon-nagyon hosszú leírás. Nem, nem, de tudod, hogy ez olyan, mint a külleves, tehát hogy nagyon sok mindennek kell Belekerülni ahhoz, hogy aztán olyan legyen a végeredmény, és nagyon sok minden kerül ki. Tehát a, a követ aztán kiveszed. <laughs> De a könyv, és erről is beszélgettünk, tulajdonképpen végig azt vizsgálja, hogy hogyan hoznak döntést az emberek, mi befolyásolja a döntéseinket, vagyis hát, hogy hogyan működik a manipuláció. Azaz, van-e szabad akarat. Neked mi a válaszod? Uh, nézd, uh, itt. Senki sem úszta meg a manipulációt, ennek ellenére azt gondolom, hogy van szabad akarat. És azoknak a szereplőknek van szabad akaratuk, akik nem csak az emberi törvényeknek vetik alá magukat. Tehát itt van ez a Bianca nevű szereplő, aki az abszolút szabadságot jelképezi, még akkor is, hogyha ő sem ússza meg. Egyébként erre a kérdésre külön-külön több jelenet is keresi a választ. Gondolj csak például arra, amikor az egyik szereplő megkeresi a konkrétan a szerető, megkeresi a pszichiáter feleségét a bizonyítékokkal, és azt hiszi, hogy most aztán ő hozott egy döntést, és valami nagyon komoly lépés következik, amikor mindenki megvilágosodik, és végre fényderül az igazságra, és nem történik semmi. Egyáltalán semmi sem történik. Kiderül, hogy semmi újat nem mond az, amit ő információ gondol, arról mindenki réges-rég tud, és hogy az emberek ezzel a tudással élnek együtt. És ez megint csak a szabad akaratról szól, hogy amikor ő az asztalra csap, és azt mondja, hogy most mindenkinek felnyitja a szemét, akkor az segít el környezetén, vagy az embereken. Tehát, hogy ezt csak belül lehet eldönteni, és attól, hogy ő megpróbál másokat is maga mellé állítani, attól nem lesz inkább igaza. vagy hogy a saját szabad akaratunk határa a másik. Igen, hatata. igen, igen, igen. Tehát, hogy attól, attól neki nem lesz se könnyebb, se nehezebb, tehát, hogy ennek valahogy belül kell megtörténnie. És tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy a többiek hogy reagálnak, hogy bólogatnak-e, hogy nagyon jó, hogy így csináltál, helyesen döntöttél, vagy rázák a fejüket, hogy ezt már igazán nem kellett volna saját magad ellensége, vagy ez mind nem számít. Tudod? Tehát, hogy valami ilyesmiről akartam beszélni, hogy hogy ez mind nem érdekes és hogy mindez belül történik, és tulajdonképpen az se érdekes, hogy jön-e visszaigazolás. Itt nem jön. Tehát nincs jutalom, nincs elismerés, és nincs feloldozás. És az is kérdés, hogy akkor megéri-e. Tehát föl lehet tenni azt a kérdést, hogy igen, és mire mentek a nagy szabadságukkal? Jobb lett -e annak a szereplőnek, amelyik szabad volt? Ő megúszta? Ő se úszta meg. De számomra az is kérdés, hogy, és akkor mi van? Akkor, akkor nem érte meg? Igen, így, a le, így a vége felé még egy ilyen látszólag technikainak tűnő írói dologról szeretnélek kérdezni, ezek pedig a kisbetűvel kezdődő fejezetcímek, meg a szövegen belüli kivastagított részek, hogy ezeknek mi a szerepük. Az én bizonyára hibás megfejtésem szerint ezeket. Nincs akár hibás, vers... vagy. Ezeket lehet versként olvasni, én ezzel játszottam. Ö, elmondom, hogy én mire gondoltam. Minden egyes fejezet címkorában feltűnik töredékként a szövegben, kicsi szövegek, mozaikok más formájában és más jelentésben. És ö, van egy számomra fontos jelenet, ö, a, tulajdonképpen azt mondanám, hogy a rossz genezise. Van egy kisfiú, akit nem szeretnek, nem foglalkoznak vele, elhanyagolják. Teljesen mindegy, hogy ott akkor ez a gyász miatt, vagy más okból történik, magára marad. És egy üres lakásban szaladgál, papír gurigákból ö, készít magának távcsövet és ezzel a távcsővel ide-oda néz az időben, előre és hátra. De nem láthatja, hogy mi történik, mert a távcső mindig csak töredékeket mutat meg. És ezek a töredékek a szövegben, azok a látványtöredékek, amelyek a múlt és jelen darabkáit idézik meg, és mutatják, hogy honnan jön, és hová tart. Tehát amikor egy darabka szőkehajat lát, vagy egy növénynek a részletét, akkor ő a, az időben néz ide-oda, ahogy a könyv is az időben kószál, és az egyes darabokkal idő darabkákat villant föl a múltból és a jelenből, a történet múltjából és jelenéből. Ilyen pontosan még soha nem tudtam meg, hogy mire gondolt a költő. Egy kicsit a legvégén elszakadva a, a könyvtől, de nem a manipulációtól, hogy ebben bizonyos tedes előadásodban arról beszélsz, hogy a valódi megszabaduláshoz csak a irodalom vezethette el. Nehez képest nemrég a szónoki könyvhetet megnyitó beszédedben pedig, hát egy kicsit ilyen disztopikus könyvek nélküli világot tártál elé. Te tényleg tartasz tőle, hogy megszűnhet az irodalom és az olvasás kultúrája? Aha. Abban a szövegben arról beszéltem, hogy, hogy te is tapasztalod, évtizedek óta egyre kevesebben olvasnak, de én azt hiszem, hogy minél inkább magunkra maradunk, és minél inkább elvesztjük a kapaszkodókat, annál inkább fogjuk érezni ennek hiányát, és vissza fogunk térni a könyvekhez, mert nem lesz más választásunk. Tehát mégiscsak belső otthonra kell találni, és ehhez a belső otthonhoz mégiscsak a könyvek tudnak minket visszavezetni. Hát ehhez a belső út te azt bőséggel muníciót. Ugye mutat, hogy 17-ben kezdted el írni ezt a regényt, de ez alatt közben publikáltál verses kötetet, mesekönyvet. Mi így legutoljára azért azt kérdezném meg, hogy most éppen mind dolgozol. Most fejeztem be egy gyerekkönyvet, ez ősszel jelenik meg, és hmm. jövőre szeretnék egy novellás kötetet összerakni mi is szeretnénk már, hogyha ez megjelenne. Önöknek pedig addig azt javaslom, hogy vegyék kezükbe ezt a új regényt, és olvassanak minél több szót, Krisztinát. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a beszélgetést.